rámélő dolog, így meg. Hát ilyen rokkos a történet. Igen, majdnem mindegy neki, mert nem megy az élő közvetítés. Kicsit zúzós. Igazából róluk szól. Ezt üzenem azoknak, ezt a számot, vagy küldöm azoknak, akik otthon vacilálnak, hogy mit kéne tenni. Romantikus erőszak a zenekar, és lázadó vagy birka a számot. De csak ilyesmi zenéjük van. Tehát de nagyon jó. De nagyon-nagyon jó. Ha hozzánk hívnék abszolút. Hát mi a lázadók vagyunk, ugye gondolom. Gondoljuk! Nem a bírka, a ennyi, hogy ennyi. Én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben megfogalmazza a mi törekvésünket, meg célunkat. Hogy... Tegyünk hozzá még egy momentumot. Olyat nem szoktunk hallani, hogy lázadót főz valaki bezzeg, hogy birkát főz. Lázadót főzne valaki. Igen, illik Judithnak a végszavához és arra, amiről most nemrég beszéltünk, jövő hét kedre kihozd dalt. Van-e kedve valakinek? Van kedve? Csilla, jó. Ez jó volt, hogy a történelmet mindig a lázadók írják. Hát így van. Láttam, ezt felírtam, ugye? Hát ilyen is van. Ez annyira jó. Már írod a történelmet? Igen. Azt is úgy írja le, azt mondja, ha nem is volt rá esély, mégis megpróbálták. Mások otthon ültek, ők a hadakutyát járták. Hát, nagyon jó. Ez nagyon jó. Van tovább, meg a mondjuk, igen, majd benne lesz a jegyzőkönyvben a hivatkozás terület. Magdi fog. Na minden, mert én beteszem, jó, vagy csak a dal ír meg, hogy ezt a dal meghallgatom, és akkor beteszem a hivatkozását. Ha valaki meg akarja hallgatni. Csilla időben átküldte, én nem tettem bele az értesítőbe a hivatkozását. Úgyhogy majd most megint küld el egy időbe, és akkor most hát, ha nem felejtem el beletenni. Ugyanis készültem nagyon elmúlt pár napon valami más dologgal töltöttem, és akkor itt el is köszönünk a felvételtől, ugyanis a titkos akciókra fogunk rátérni. Az még körülbelül egy fél óra, mert sok mindenről van mit beszélni. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy veletek voltatok, legyetek jók, gyertek legközelebb is!